Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez a heti agymosó, Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Az első. Kedves András, egy ideje azt érzem, hogy csapdába estem, és nagyon nehéz kivergődnöm belőle. Ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményed. Anyámmal sosem volt jó a viszonyunk, mindig bántott engem, régebben fizikailag is. Folyton feszült, és nem tudok megbeszélni vele semmit. Többször próbálkoztam már elköltözni, de mindig kudarcba fulladt, sajnos anyagilag függök tőle, mivel tanulok. Ő nagyon szerette volna, hogy egyetemre menjek, és így is lett. Időközben rájöttem, mi az, amit igazán szeretek csinálni, így otthagytam az egyetemet, és intenzíven, autodidaktaként sajátítom el a hivatásom már lassan egy éve. Erről azonban anyám nem tud semmit. Ő abban a hitben él, hogy én egyetemre járok. Ha kiderülne az igazság, elüldözne itthonról, mondván, ő nem tart el egy naplopót. Maga a tény, hogy hazudok, nagyon nyomasztó. Akkor érzem jól magam, ha füvet szívok, és közben az új szakmámban webdesignerként tevékenykedhetek, de sajnos ezt mindig titokban kell csinálnom. Amíg tudtam, diákmunkáztam, úgy viszont sokkal lassabban fejlődtem, és elegendő pénz sem jutott az önállósodásomhoz. Szóval itthon nem jó lenni, de nem szeretném feladni, amiért eddig megküzdöttem, és szeretnék sikereket elérni benne, viszont ehhez szükségem lenne még egy kis időre. Nem tudom, mi lenne a helyes lépés, és sokszor kétségeim támadnak, mikor a helyzetemre gondolok. Válaszodat előre is köszönöm. 21/L. Hát nincs helyes lépés. Akármit csinálsz, szenvedni fogsz. A szenvedésed íze lehet ez, meg lehet az, de nyilván azt választottad, amit leírsz. Ez egy választás. Hazugságban élsz, tulajdonképpen lopsz az anyádtól, mert gondolod, hogy nem adna pénzt, ha tudná, hogy mit csinálsz. Tehát becsapod és lopsz tőle, és a fedele alatt élsz. Hát, mit mondjak? Hát, hogy helyes, nem helyes, ezt a rizikót vállalod el. Mint hogy igazat beszélnél vele, megbeszélnéd vele, hogy mi van, és csináljon, amit csinál. Én értem, hogy te azért hazudsz neki, mert a te igazságod nem elég jó neki, de hát ő az, aki ő. Te meg az vagy, aki te vagy. És van egy könyv, aminek a címe az, hogy a pénznek a 7 törvénye. Két ex-bankár írta, és olyanok vannak benne, hogy ha két ember el akarja érni ugyanazt a célt, az egyik gazdag, a másik szegény, mind a kettő elérheti, a szegénynek egy kicsit több időbe fog kerülni. Vagy a második törvénye a pénznek az az, hogy vagy pénzre van szükséged, vagy barátokra, nem kell mind a kettő. Hát neked így úgy néz ki, hogy hát az anyád nem a barátod, pénzt akarsz tőle, hogy ne legyen szükséged barátokra. Hát mindenféleképpen meg lehet oldani azt, amit te akarsz. De hát valahogy úgy írsz, mintha könyörögnél még egy kis időre, hogy tollasodjanak a szárnyaid, és aztán majd elrepülsz. Hát jó, mit mondjak? Lehet, hogy az anyád meg fog halni, mielőtt megtudná, hogy becsaptad és kifosztottad. Na, hát valószínűleg tényleg olyan rosszul bánt veled, hogy szerinted ezt ő megérdemli. Mondtad, hogy helyes, nem helyes, itt nem is tulajdonképpen ez a kérdés, bár ezt nem tetted hozzá, de hogy, hát, hogy ez az ő választása, és hogy megvannak a konzekvenciái. Azért úgy elgondolkodtam azon így hirtelen, hogy azért vagyunk emberek, akik töprengünk azon, hogy mi a helyes, és mi a nem helyes. De te is töprengsz ezen? Mm-hmm.
Hát két helyes, nem helyes van számomra. Van az, ami a szívemben van, és van az, ami tudom, hogy a társadalomban van. És azt meg akarom tartani, én tisztelem azt, hogy mi helyes, mi nem helyes a szívemben. Ott nem akarom elárulni magam. De hogy a társadalomban mi helyes, nem helyes, ott egész másképp érzem magam. A Leng gyakran azt mondta, hogy ha jó tudsz lenni, akkor legyél hálás. Ha nem tudsz jó lenni, akkor vigyázz magadra. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy tudnék rabolni, el tudom képzelni, hogy én tudnék ölni, de hát akkor nagyon vigyáznék magamra. Ja, arra emlékszem, amikor ezt mondtad, és ez nekem nagyon tetszett, hogy egy ember úgy is kiválaszthatja az etikáját, hogy mi szerint éljen, hogy egyszerűen csak odafigyel arra, hogy hogy érzi magát, miután valamit megcsinált. Tehát nem szabályokat kell mondjuk követni, nem írott szabályokat vagy törvényeket, hanem odafigyelni arra, hogy én hogy érzem magam. Így van. Ha a szívem szerint rosszat teszek, akkor valószínűleg szenvedni fogok. Szorongani fogok, mit tudom én mi, és mehetek orvoshoz, szedhetek orvosságot, szívhatok füvet, és tulajdonképpen csak az fog meggyógyítani, hogyha elkezdem azt csinálni, ami a szívemben rendben van. Oké. Okay. Nézzük a következő kérdést. Kedves András és Dani, az én problémámat már régóta cipelem a hátamon. Gyerekkoromban kezdődött, mikor is apám fura játékokat játszott velem és a testvéremmel. Nekünk le kellett hozzá vetkőznünk. Azóta felcseperedtünk, és kiderült, hogy anyámat minden munkahelyén megcsalta a női kollégáival. Erről tud anyám is, mégis együtt maradtak. Az egész család úgy viselkedik, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Gyűlölök hazamenni hozzájuk, mert csak szánalomból teszem. Anyámat sajnálom, mert nem tud a sarkára állni, apámat meg egyszerűen utálom. Bár ez sajnos felé nem tudom kimutatni. Valamiért nem akarom megbántani, pedig legbelül egy utolsó féregnek gondolom. Ha néha otthon alszom, félek tőle, nehogy rám támadjon éjszaka. Ezt elmondtam a vőlegényemnek is, és már jó ideje nem találkozik a szüleimmel, mert rájuk haragszik. Anyámra, amiért nem állt ki mellettem, apámra, meg mert egy gerinctelen alak. Én meg mintha emiatt a vőlegényemre is neheztelnék, mert nem áll mellettem. Ti hogy látjátok ezt a problémát? Segítsetek, hogy tisztában lássak. Nagyon köszönöm. Na de hát hogy lehet melletted állni? Úgy beszélsz, mintha az anyád beszélne rajtad keresztül. Miért nem állsz te a sarkodra? Úgy tűnik nekem, hogy a te családodban nem szabad igazat mondani, és te ezt elfogadod. Hát nekem ebben nincs semmi bajom, de hát úgy írsz, mintha ez egy probléma lenne. Hát hol a probléma? Nyilvánvaló, te is tudod, hogy a te családodban csak úgy lehet részt venni, hogyha színpadra lépsz. És azon a színpadon jó ember az apád, jó ember az anyád, minden rendben. Hát ha akarsz velük lenni, akkor színpadra kell lépned. De hogy miért gondolod, hogy neked ezt kell csinálni, azt nem tudom. És hát, hogy a vőlegényed nem akar színpadra lépni, azt teljesen megértem. Miért tetesse magát éppen úgy, mint te? Különben szerintem semmi közöd nincs hozzá, hogy az apád hány nő kollégájával feküdt le. Ha az anyádnak ez tetszik, akkor miért kell neked azt gondolni, hogy ő egy féreg? Úgy tűnik, hogy szerették őt a nők. Na, de hát az nem jelenti azt, hogy neked szeretni kell őt, nem jelenti azt, hogy neked meg kell jelenned a családi színpadon.
Hát igen. Most az jutott eszembe, hogy ugye viszont mondja a kérdező, hogy valami olyat át kellett élnie, amit egyébként nem választott volna valószínűleg, hogyha lett volna hatalma, amikor az apja fura játékokat játszott vele mesztelenül. Ja, hát hogyha erre fókuszálunk, akkor ezt is meg kéne beszélni. Mert én voltam mesztelen a kisfiammal, meg a kislányommal, mind a hárman, sőt a feleségem, mind a négyen mesztelenül szaladgáltunk a tengerparton, közel a Vancouveri Egyetemhez, ahol mindenki mesztelenül úszhat és szaladgálhat és csinálhat, amit akar. Hát, hogyha ez zavarta a lányomat, és csak azért csinálta, mert nem mert nemet mondani, hát akkor majd egyszer remélem, hogy ezt megbeszéli velem. Ja, nekem az az érzésem keltődött, ahogy olvastam, hogy valami olyasmit szeretne mondani, hogy valamilyen szexuális játékról volt szó, vagy valami, ami neki nem oké. És mit is akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Ja, igen. És azt, hogy arra is mondhatnánk esetleg valamit, hogy azt mondja, hogy neheztel a vőlegényére. És erről az jut eszembe, aki ugye haragszik a szüleire, és erről az jut eszembe, amikor azt mesélted, hogy a Lengnek a terapeutája, amikor közölte a Lenggel, hogy hát azt ugye tudod, hogy, és azt hiszem az anyjára mondta, hogy az anyád őrült, hogy akkor a Leng bár tudta, de mégis fel volt háborodva. Hát persze. A kérdező szeretné, hogyha a vőlegénye ugyanúgy viselkedne, mint ő maga. Tehát ha ebből az eljegyzésből valamikor lesz házasság, akkor remélhetőleg megengedi magának mind a kettő, hogy a másik azt csinálja, amit akar. Oké, nézzük a következő kérdésünket. Kedves András és Dani, csak sodródtam a világba, és sok csalódás ért a férfiakkal, mindenkinek meg akartam felelni, és azt hittem, akkor lehetek boldog, ha van mellettem valaki. Utáltam mindent és mindenkit, sokat buliztam. Azt hittem, jól érzem magam, míg egy este, akkor is egy fiú után mentem a buliba, és azt hittem, hogy azt csinálom, amit ő akkor majd akarni fog, és ha azt csinálom, amit ő, akkor majd akarni fog engem. Drogoztam, még előtte is párszor, de abban a buliban több fajta volt, és azóta pánikbeteg és depressziós lettem, mindenkitől és mindentől félek, pedig ez már egy éve volt. Idegen vagyok magamnak, és nem érzem, hogy létezek, nem tudom, ki vagyok, mi vagyok, antidepresszáns szedtem, de rosszabb lett. Nem tudom, mit évő legyek, most fogok új terápiára kezdeni járni. A válaszotokat előre is köszi. Hát sajnálom, hogy ilyen rosszul érzed magad, ha talán úgy kellene gondolkodnod, hogy most fölébredsz, eddig aludtál, és tele voltál rémálmokkal, de most fölébredsz, körülnézel, és újra megnézed a világot. Angolul a tisztelet az respect, és a respect az tulajdonképpen azt jelenti, hogy újra nézni, új szemmel látni, újra mindent megnézni. Tehát, hogyha én téged tisztellek, akkor nem gondolkodom úgy rólad, hogy te ez vagy az vagy, hanem minden alkalommal, amikor rád nézek, vagy találkozom veled, akkor adok neked egy chance-t, hogy azt manifestáld, azt mutasd, ami éppen vagy akkor. Tehát nem kell egy valaminek lenned, hanem aki téged respektál,
az készen áll arra, hogy úgy fogadjon, ahogy éppen vagy. Viszont, hogyha te respektálnád a világot, akkor nem utálnád az embereket, és te is újra minden pillanatban adnál egy lehetőséget a másiknak, hogy nem az, aki te gondolod, hogy ő. Tehát valahogy, hogyha újra föl tudnál ébredni, újra kezdhetnéd az életedet, akkor hogy találnád ki, hogy te ki vagy? Hogy tudnád megismerni magad, hogy ne legyél idegen? Hát szerintem úgy, hogy nagyon odafigyelsz a saját szívedre, a saját vágyaidra. Tehát pont az ellenkezőjét kell csinálni, mint amit leírsz, hogy csináltál. Nem az fontos, hogy ki mire vágyik, és nem a mások vágyát kell teljesítened, hanem a saját magadét. És azok a barátaid, akik segítenek abban, hogy te elérd a vágyaid célját. És ezt egész pici dolgokkal is lehet kezdeni. Például ne így áll, addig, amíg nem vagy szomjas. A szomjasság az egy vágy. Ne egyél, amíg nem érzed azt, hogy tényleg éhes vagy. És ha éhes vagy, akkor hagyjál mindent abban, még egy beszélgetést is, és egyél. Vagy így áll. Ha pisilni kell, akkor menj pisilni. Még akkor is, hogyha ez zavarna valaki mást. A kakálásról nem is szólva. Érted? Tehát oda kell figyelni arra, hogy miből akarsz többet, miből akarsz kevesebbet, mi pont jó. Hát hogyha egy amőba tudja, hogy mit akar, te is tudod, hogy mit akarsz, és az, hogy te ki vagy, az nem olyan, az egy nagy, nem egy nagy misztérium, te a vágyaid vagy. Nem a mások vágyai, nem azok a vágyak, amikre mások vágynak, hogy te vágyjál. Az a vágy, hogy mások vágyjanak rád, az nem egy vágy, az nem a te vágyod. Hát akkor kezd újra, ébredj fel. Menjünk tovább a következő kérdésre. A tárgya testvérféltékenység. Sziasztok! Nagyon örülök ennek a csatornának és a lehetőségnek, hogy kérdezhetek Andrástól. Köszönöm előre is, ha elmondjátok a véleményeteket a helyzetettel kapcsolatban. Két fiam van, az egyikük Máté 20 éves, Márton pedig alig 5 hónapos. Mátét fiatalon szültem, mindent beleadtam, legjobb tudásom szerint neveltem, hogy bizonyítsam az engem megszólóknak. 19 éves korom és a megfelelő minta ellenére is jó anya leszek. Ő soha nem szeretett volna kis testvért. Amikor 14 éves volt, elváltunk a volt férjemmel, és úgy egyeztünk meg, hogy ő az apukájánál marad. Ennek már 6 éve. Viszonylag jó közöttünk a kapcsolattartás Mátéval egészen addig, amíg várandós nem lettem. Onnantól kezdve nem akart találkozni velem, amikor megszületett a kicsi, letiltott a közösségi oldalon. Barátok közbenjárásával végül feloldott, de nem engedte, hogy személyesen felköszöntsem a 20. születésnapján. Tudom, nem mérvadó, hogy ennyi idős koromban, mint most, ő, már 1 éve anya és feleség voltam, mert ez egy speciális helyzet volt. Mégis arra gondolok, szinte már felnőtt. Úgy gondoltam, el tudja fogadni, hogy született egy féltestvére. A barátnőm szerint nagyon szeret, és ez egyfajta féltékenység. Nem akar osztozni rajtam senkivel. A megoldás egy nagy beszélgetés lenne, de mivel nem ad rá lehetőséget, nem látom, hogy ez a dolog rendeződne. Bocsánatot kértem tőle, hogy nem készítettem fel rá, hogy gyermeket várok, máshogyan tudta meg, és váratlanul érte. Az ilyen jellegű üzeneteimre azonban nem reagál, csak arra és azokra is szükszavúan, amik a tanulmányaival kapcsolatosak. Úgy érzem, most már a kisbabára kell koncentrálnom, de addig nem tudok teljesen, amíg ez a kapcsolat ennyire félresiklott állapotban van. Köszönöm, ha segítetek együtt gondolkodni. Üdvözlettel, Jutka! Na, Jutka, hát a fiad nem hülye. Én is dühös lennék rád, az biztos. Az ő helyében. Úgy mondod, hogy megegyeztetek, hogy 14 éves korában ő menjen és éljen az apjával. Valahol egy 14 éves gyereknek a fejében te elengedted őt
ami azt jelenti, hogy számodra ő úgy gondolja, és most itt túlzok, de nincs sok időnk, úgyhogy fekete-fehérrel megfestem a képet. Te ott hagytad, az apja magához vette, tehát az apjának ő arany. Az aranyat az ember nem engedi el. A te számodra ő szar. Te ott hagytad, te elengedted. A szart mindig ott hagyjuk, a szart nem visszük magunkkal. Tehát te már akkor azt mondtad neki, hogy ő szar. Jó, azt mondod, hogy jó kapcsolat volt, de hát ha nem beszélgettek komolyan is sokat, akkor lehet, hogy ez még mindig ott van valahol a mélyben. Na most, ő megtudja valaki mástól, hogy neked új aranyad van. Egy kis aranyos, új élet jön rajtad keresztül, és rá fogsz figyelni, miután őt kidobtad, mint szart. Na hát akkor miért ne legyen dühös rád? Sőt, még meg sem mondtad neki. Még abban a pillanatban, amikor megfogamzott az új gyerek, hát miért nem mondtad meg neki, hogy hé, lehet, hogy ez nem olyan egyszerű lesz, de testvéred jön. Hát mondom, persze, hogy dühös. Na most mindezen túl van egy központ az Egyesült Államokban, Stone Centernek hívják, ahol nők foglalkoznak nőkkel pszichoterápiában. És ők publikálnak mindenfélét, én olvasom, mert szerintem amit ők leírnak, amire ők rájönnek, az érvényes a férfiakra is, nem csak a nőkre. De az egyik kutató munkájuk az volt, hogy ha mondjuk egy fiúgyermek dühös a szüleire, vagy dühös az anyjára, akkor mi a legjobb stratégia? És azt találták, hogy mindenféle követelés nélkül, mindenféle nyomás nélkül, ha az anya gyengéden, de rendszeresen érintkezésbe lép a fiával, akkor eljön majd az idő, talán ha 25 éves, talán ha 30 éves, amikor saját akaratából hozzád fog fordulni, vagy feléd fog fordulni, és esetleg meggyógyul az a szakadék, ami a kettőtök között van. Tehát te csak most figyelj az új gyerekedre, mert akkor még azzal is megvádolod, hogy mert ő nem egy jó fiú, most nem tudsz az új gyerekedre figyelni. Hát ne csináld, figyelj az új gyerekedre, néha mondd a fiadnak, hogy szereted és jó lenne beszélgetni, és majd egyszer eljön és beszélget vele. Okay, van kedved még egy utolsóhoz? Persze. Jó, akkor nézzük meg ezt, aminek a tárgya fekete mágia. Üdv András és Dani, úgy érzem, van egy dolog, amiben segítségre szorulok. Nem sokára 25 éves leszek, és még mindig itthon élek az anyámmal, a 13 és 5 éves öcsémmel, meg az 5 éves öcsém apukájával. Egy jó hosszú ideje nincs munkám, ezért itthon vagyok. Próbáltam elmenni dolgozni, de rettenetesen félelmetesnek találom az embereket. Korábban volt több munkahelyem, és nem volt ilyen gondom. De most más, mintha észrevettem volna valamit, mindenhol ellenséget látok. És persze látszólag nem történik semmi. De azt érzem, hogy ha egy munkahelyen vagyok, hogy a kollégák rám csatlakoznak és leszívják az energiám, meg akiét csak tudják, amitől én zavart leszek és dekoncentrált. Pontosabban nem mindenki ilyen, csak ezek többen vannak. Vagy egyáltalán vannak ilyen emberek, ami engem megrémít. Mert nem tudom kezelni, nem tudom, hogyan tudnék az ellen védekezni. Eddig kimerült annyiban, hogy otthagytam a munkahelyet, de valamiből meg kell élnem. Azt talán hozzáteszem, hogy eléggé bigott vallásos családban nőttem fel, ahol a képmutatás és az ítélkezés ment, amit később csúcsra járattam én is. Aztán volt egy fájdalmas találkozásom a valósággal.
vagyis hogy nem szép az, ahogy viselkedtem. És borzasztóan fájt, mert nagyon sok embert megbántottam. És mert rájöttem, hogy engem végig becsaptak, hazudtak nekem. És így használtak, amire akartak. Meggyőztek, mihogy van. Ezért neveltem az öcseim, elmentem dolgozni, ott hagytam az iskolát. Csináltam mindent, ami az anyám dolga lett volna. Szeretnék kitörni ebből a helyzetből, dolgozni, elköltözni. Nem akarok áldozat lenni, de elkövető sem. A kérdés az, hogy hogyan lehetséges kezelni egy ilyen helyzetet. Valóban az történik a munkahelyemen, amit látok, vagy beképzelem és fizikai tüneteket produkálok? Vagy egyáltalán miért látok és érzek ilyen dolgokat? Köszönettel, Rebeka. Na, Rebeka. Hát úgy tűnik, hogy a családod, az anyád parazita volt. A parazita az, aki élősködik egy másik élőlényen, és elveszi tőle az élete energiáját. Tehát a fekete mágia, amiről beszélsz, az tulajdonképpen az, hogy félsz attól, hogy téged kihasználnak. Félsz attól, hogy mindenki egy vámpír, aki kihasznál, aki elveszi tőled az energiádat, még akkor is, ha te nem akarod adni. Na most, hogy te adsz valamit, vagy valamit elvesznek tőled, az attól függ, hogy te szeretetből adod-e, vagy félelemből. Vagy azért, mert rábeszéltek, azért, mert hipnózisban vagy. Tehát teljesen össze vagy keverve, hogy mit akarsz adni, hogy mit akarnak tőled mások. Ha két ember összejön, akkor három lehetőség van. A kapcsolatuk vagy parazitikus, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb az egyik megöli a másikat, vagy úgy is lehet mondani, hogy amikor összejönnek, akkor rosszabbul vannak, mintha külön lennének. Vagy két ember összejön, és jobban vannak, mintha külön lennének. Ezt a biológiában úgy hívjuk, hogy szimbiózis. Itt nincs parazitizmus. Vagy akár szét vannak, akár össze vannak, mindegy. De hát erről nem kell beszélnünk. Úgy tűnik, hogy annyira parazita kapcsolatokkal vagy körülvéve, és adtad oda magad, hogy mindenütt ezt látod. Van egy ilyen mondás, hogy ha megmutatod a buthát a zsebtolvajnak, csak zsebeket lát. Mert az anyáddal nem tudod ezt lerendezni, mert esetleg még azt is lehet mondani, hogy parazita módon az anyád házában élsz. Persze azért, mert esetleg bűntudatod van, azért megengeded neki, hogy kihasználjon, mert te kihasználod őt, és akkor senki sem ad semmit senkinek, akkor nincs szeretet, akkor csak gonoszkodás van. És akkor elmész dolgozni, és akkor azt látod kívülről, ami bent van. Én azt ajánlom, hogy keményen néz körül, és keres olyan kapcsolatokat, amik szimbiotikusak, nem paraziták. Oké, köszönjük szépen, András, köszönjük nektek is, kedves nézőink, legközelebb találkozunk, és folytatjuk. Sziasztok!